Lelkész beiktató Isten tiszteletünkön, ünnepünkön köszöntöm a gyülekezetet Pál apostol szavaival, örüljetek. Ismét mondom, örüljetek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennálló énekként énekeljük meg Isten tiszteletünk elején a 251. dicséretünk első és második verseit fennállva. A 251. dicséret első verse így kezdődik: Úr lesz a Jézus mindenütt, míg csak a napnak fénye süt. Foglaljuk el a helyünket, fohászkodjunk és imádkozzunk. Ünnepi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Mennyi édesatyánk, magasztal a szívünk, és áldunk téged, hogy életre hívtál bennünket. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban szabadulást, szabadítást készítettél el, hogy veled való közösségben élhessünk, hogy szeretve téged, egymást is szeretni tudjuk,
hogy közösségben legyünk, szeretett közösségben, a te néped körében, a gyülekezetben. És köszönjük neked, hogy a te gondoskodó szeretetednek a jele és ajándéka, hogy elhívsz, elküldesz ige hirdetőket, hogy szolgálják a te dicsőségedet, és szolgáljanak annak a gyülekezetnek, ahova rendelted őket. Így köszönjük meg most is a ma beiktatandó lelkipásztort, a gyülekezet ajándékát. Kérünk téged, hogy szenteld és áld meg őt, és áld meg ezt az ünnepet, hogy minnyájan örvendezni tudjunk neked, benned, általad, egymásnak is. És hagyd történjen minden úgy, ahogy ez kedves számodra, és valóban öröm lehet itt ennek a népnek a számára, ennek a gyülekezetnek a számára. Vezess, kérünk most ezen az úton, ezen az Isten tiszteleten végig, szent lelked által, Jézus Krisztusért, és kérjük, hogy szólalj meg és szólíts meg bennünket áldott igéd által. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és a 826. dicséret első versét énekeljük. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Kértek fennállva, hallgassátok meg Isten ígéjét, amelynek alapján lelkét segítségül hívva üzenetét hirdetni kívánom számotokra. Írva található a mai újszövetségi igénkben, János első levelében, a második fejezetben, a 26. verstől kezdődően a következőképpen. Ezt azokról írtam nektek, akik megtévesztenek titeket, de bennetek megmarad a megkenetés olaja, amelyet tőle kaptatok. Ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, hanem amint a megkenetés olaja, amely igaz és nem hazugság, megtanít titeket mindenre, és amint meg is tanított titeket, úgy maradjatok meg ő benne. És most gyermekeim, maradjatok meg ő benne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen iránta, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor. Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel azt is, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle született. Foglaljuk el helyünket. Kedves lelkipásztor testvérem, szeretett, kedves gyülekezet, kedves minnyájan, akik együtt lehetünk most ezen a beiktató Isten tiszteleten, csodálatos dolog újra és újra átélni, megvallani, megtapasztalni, hogy Isten időzítő szeretetének, kegyelmének milyen ajándéka rejlik az ő szavában, az ő kijelentésében. Egy régi levélben, amit valaha akkor írt az egyik apostol, az olvasóinak ma is szól nekünk, hozzánk, hiszen Isten az ő igéjét, amelyet akkor kijelentett, mára szóló, időzített, csodálatos, aktuális üzenetként közvetíti. Milyen jó olvasni, hogy egy ünnepi lelkipásztor beiktatásán ez a mai napon olvasott üzenet,
a megkenetés olajáról olvasunk. A megkenetés olajáról, ezt olvashattuk, amikor kinyitottuk a Bibliánkat ma reggel, és hallhatjuk most ezen a délelőttön is, megszólítva bennünket az ige által Isten újra, Isten népe között a beiktatás szimbolikus eseménye volt az olajjal való felkenetés, a megkenetés. És a felkent személy az, akire Isten kiárasztotta a kegyelmét, felruházta őt, felkészítette, felhatalmazta, hogy betöltse a küldetését, akár prófétai, papi vagy királyi küldetése volt. És ez ahogyan az Ószövetség idején, úgy az Új Szövetségben is valóság, mert ma is a szolgáló élet, amire Isten bennünket elhívott egyen-egyenként, és különös hangsúllyal is elhívott egy-egy ige hirdetőt, a szolgálat az nem egy vállalkozás. Az nem egy emberi odaadás, amelybe önmagunkat adjuk pusztán, hanem egy csodálatos részesülés, amelyel bennünket Isten a maga szeretetébe, a maga tervébe, a maga akaratába vont, és erre a csodálatos elhívásra és küldetésre mindent elkészített, hogy ez tőle valóan, onnan felülről valóan minket megajándékozzon, megáldjon, és ezen keresztül elvégezhessük a szolgálatot. Így mondja itt János, a megkenetés olaja, amelyet tőle kaptatok. Igen, mert Isten felken, felruház, felkészít és felhatalmaz a szolgálatra. Isten megajándékozza az övéit kegyelmével, kegyelmének ajándékaival, sőt önmagával, az ő szent lelkével, hogy elvégezhessük a ránk bízott szolgálatot. A Szentlélekben részesít bennünket, ami mennyei atyánk, hogy az Úr Jézus Krisztus által elvégzett csodálatos váltságnak részesei legyünk, és az ő küldetésének betöltői lehessünk. Részesít minket mindabban, amit Jézus Krisztusban megszerzett a mi számunkra. És olyan csodálatos dolog, testvérek, hogy az olaj, ahogyan az Ószövetségben olvasunk erről, mindig a bőség jele. Annak a jele, hogy valakit megáldott az Isten, bőségesen megajándékozott az Isten. Maga az Úr Jézus Krisztus is, amikor arról beszél, hogy kicsoda ő és miért jött, bizony elmondja, a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, ő jön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Jézus szavaiban ott van, hogy milyen más az az idegen lélek, amely nem egyébért jön az emberhez, mint hogy kifossza, hogy megfossza őt minden jótól, ami igazán Istentől való, és a végén elpusztítsa. Ő azonban, és ő az ő lelke által úgy jön, hogy meggazdagítson, hogy bőségben éljünk. Mind abban a jóban, amelyet a mennyei atyánk elkészített számunkra. Én azért jöttem, mondja Jézus, hogy bőségben éljenek. János a levelében éppen azért ír, mert nagyon céltudatosan fogalmaz, többször mondja, hogy azért írom nektek. Ez azt jelenti, hogy pontosan tudja, mi a célja a levél írásával, és tudja, hogy mire van szüksége az olvasóknak. Itt arról beszél, azért írja ezt nekik, hogy felismerjék a megtévesztőket, az idegen lelkületet, és meg tudják különböztetni attól, ami igazán valódi, ami tényleg az Atyától, Jézus Krisztus által a lélekben adatott. Ezért tanít. Ezért írja nekik, ne tévesszen meg benneteket a hamis tanítás, amelyik mást, amely látszatra többet akar adni, miközben kifoszt. Miközben elrabolja azt, ami lehetne a miénk. Ez az ős ellenség szándéka. Olyanok lesztek, mint az Isten.
Micsoda hazugság volt ez, a hazugság atya száján az első emberpárnak. Ti lesztek olyanok, mint az Isten, majd ti eldöntitek, mi a jó, mi a rossz. És egyáltalán nem ez történt, hogy olyanok lettünk, mint az Isten. Hanem kifosztottként elveszítettük az Istentől kapott csodálatos ajándékot, a vele való közösséget, a benne kapott kincseket, és magunkra maradva kifosztottként érünk. Jézus Krisztusban Isten azonban helyreállítja a vele való közösséget, és az ő ajándékozó szeretetével fordul hozzánk. És olyan csodálatos ez, hogy János a kenetről beszél. A kenetről, a felkenetés olajáról, a megkenetés olajáról, amely jele ennek a bőséges áldásnak, annak, hogy Isten felken, hogy felhatalmaz, hogy megajándékoz bennünket újra. És ez a kenet, ez megtanít mindenre, ami igazán kell. Mert ez a kenet nem is valami, hanem valaki maga, a lélek, aki bennünket megtanít. Bennetek megmarad a megkenetés olaja, amelyet tőle kaptatok. Ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki más tanítson titeket, hanem amint a megkenetés olaja, amely igaz és nem hazugság, megtanít titeket mindenre, és amint meg is tanított titeket, úgy maradjatok meg ő benne. Olyan világos kijelentés ez, nem csak érint bennünket a megkenetés kívülről, hanem megmarad bennünk, és nekünk is meg kell maradnunk ő benne, vagyis a Szentlélekben és abban, amire ő elvezet bennünket, az ő igazságában. Kedves lelkipásztor testvérem, kedves gyülekezet, most hozzád szólva mondom így, íme itt a lehetőség és a felelősség is, hiszen a tőle született, vagyis újjászületett ember részesül a Szentlélek ajándékában, ő benne és abban, mind abban, amit Isten rajta keresztül ad. Ez igazán minden, amire szükségünk van. Benne és által a bőségben élhetünk. Olyan szomorú vagyok, amikor azt látom, hogy emberek, keresztény emberek, magukat annak vélők, vallók olyan szegényesen gondolkodnak, és olyan szegényesen élnek. És most ne a külső körülményeink gazdag vagy szegény voltáról gondolkozunk, hanem lelkileg. Holott minden a miénk. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odatta, írja Pál apostol a római gyülekezetnek. Hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Mindent. Minden a miénk. Bőségesen minden a miénk. Maga a lélek, mint bővízű forrás, fölfakad és túl csordul rajtunk másokat gazdagítóan. Minden a miénk. Gazdag, bőséges életünk lehet ő benne. És ott van rajtunk, akiket Isten lelke újjászült, ez a felkenetés, ez a kenet. Ő maga, és ennek minden kincse ajándéka. Ez az igazán minden, amire szükségünk van, és az, amit ő adott nekünk, a szívünkbe, a kezünkbe, a szánkba, az ő szavát, az ő igéjét. Mert a Szentlélek megeleveníti az igazságot. Azt, amit Isten kijelentett számunkra. Ő ihlette, és újra ezt adja számunkra, élet ajándékul, és megelevenít bennünket is általa. És ahogyan felkente magát az Úr Jézus Krisztust, az Atya az ő lelkével, és megkapta a küldetést, mi is így kapunk küldetést. Emlékezzünk rá, amikor ő a zsinagógában, ott Názáretben föltekerte azt a tekercset Ézsaiás próféta könyvéből, és felidézte az Úrnak, lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét.
és ez beteljesedett ott, és akkor Jézus Krisztus elérkezésekor a fülük hallatára. És ez igaz azóta is, Jézus Krisztus küldetése ma is folytatódik azokban, akiket ő maga erre hív, akiket a lélek felken, hogy ők is az evangélium hirdetői legyenek, a vakok szemeinek megnyitói, a foglyok szabadulásának hirdetői, a megkínzottak számára az Úr kedves esztendeinek, kegyelmének hirdetői. Mert a mi szolgálatunk is olyan szolgálat, amely az ő felkenetése után a mi felkenetésünknek is a valósága, hiszen Jézus Krisztus így szólt Pálnak, azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Az Atya küldte a fiút, a fiú küldte a lelkét, és az Atya, a fiú a lélek által küld bennünket, az övéit, akiket újjászül, akiket felhatalmaz, felken, hogy mi is hirdessük az evangéliumot, a szabadítás örömhírét. Hogy legyünk ennek eszközei, ez a mi szolgálatunk, ez a lelkipásztori hivatás csodálatos valósága, hogy hirdethetjük a vakok között, a foglyok között, a megkínzottak között az örömhírt, a szabadulást. És milyen csodálatos, hogy Isten kiárasztotta és kiárasztja az ő lelkét bőségesen a szívünkbe, és hirdethetjük, hogy mindenki tudja meg és élje meg, hogy az Úr Jézus Krisztus halála és feltámadása által új és örök életet élhet, bőségben, a Szentlélek kenete által. Így vagyunk ezt hitvallásunkkal is. Miért neveznek téged Krisztusról keresztjénnek? Azért, mert hitáltal Krisztusnak tagja, és így az ő felkenetésében is részes vagyok. Azért, hogy nevéről vallást tegyek, magamat élő hálóáldozatul nekiadjam, és hogy ebben az életben a bűn és az ördög ellen szabad lelkiismerettel harcoljak, ez élet után pedig vele együtt minden teremtmény fölött örökké uralkodjam. Mi is részesek vagyunk az ő felkenetésében. Keresztény ember azt jelenti krisztusi ember, és ennek az eredeti szava azt jelenti a felkent. A felkenetésben részesült, hiszen Krisztus a felkentet jeleti, héberül a messiás, görögül a Krisztusz. És mi keresztjének őről a neveztettünk, és ő benne kaptunk, ő általa kaptunk csodálatos ajándékot a lélekben, a lélek által. Olyan jó, ilyen hitvalló és ilyen reményteli életet élni, ahogyan ebben a heidelbergi káti válaszban is ott van, pontosan megfogalmazva, hogy mi a dolgunk, mi a lehetőségünk, mi a felhatalmazásunk. És olyan szép ez az olaj képe, és olyan sokat mondó a Szentírásban, mert a krisztusi élet konkrét képe, a felkenetés jele az olaj. És ha most nem is tudom ezt kimeríteni, de csak érintve hagyd mondjam el, milyen jó dolog, ha egy picit ennek a csodálatos kincseiből veszünk, és felismerjük, hogy ezt a képet, ezt a jelet nem véletlenül használja a Szentírás. Ott, ahol egy szövetséget megkötöttek, olajjal pecsételték el. Még a házassági szövetségben is úgy volt, hogy az apa felkente, fölszabadította a lányát arra, hogy a vőlegény valóban magához vehesse. Vagy ha kötöttek szövetséget egymással emberek, ennek a jelével pecsételték el. De ha egy rabszolgát fölszabadítottak, fölkenték, hogy szabad legyen. Micsoda képek, micsoda valóságos jelei annak, hogy mi történhet velünk. Isten a szövetségébe von, mi az ő népekként az ő mennyasszonya lehetünk, mi a rabok szabadok lehetünk, mert fölkent az ő mennyei olajával. És ez az olaj, és ha közel jövünk már egy kicsit, ami saját személyes, ha szabad mondani így, hétköznapi életünkhöz az olaj, tudjuk jól, használt ajándék volt az ételek kapcsán, és ma is használjuk. Fontos. Ételek ízesítésére is használták, és használták csodálatos módon arra is, hogy lámpásba tegyék, hogy világosság gyújjon.
Használták arra, hogy sebeket gyógyítsanak vele, hogy föllágyítsák azt a sebet, és hogy az jobban gyógyulni tudjon. A hőségben, ott azon a vidéken a bőr kiszáradása ellen is használták, hogy puha lehessen a bőr, rugalmas maradjon. Csodálatos, hogy az olaj, drága olajként, a felkenetés olajaként csodálatos illatot is árasztott, az ápoltságnak, az ápolásnak a jele. És ha belegondolunk ebbe, vajon a mi személyes életünk, lelkipásztori szolgálatunk, gyülekezeti életünk, hívő ember személyes élete, vajon ilyen-e, ilyen felkent élete, ahol világosság gyúl ott, ahol ő megjelenik, ahol gyógyulás támad ott, ahol ő jelen van. Olyan íz lesz jelen, amely jó íz abban a közösségben, ahol van. Vajon kiárad-e az a jó illat, amelyet a környezetünk is érzékelni tud, hogy mi Krisztus jó illata vagyunk. A drága kenet, amellyel felkent bennünket, az hat másokra. Isten ajándéka ez, és olyan jó, hogy tudhatunk arról, és megerősíthetünk abban, hogy Isten az ő szent lelkét, a megkenetés olaját ajándékozza a benne hívőknek, a Jézus Krisztushoz tartozóknak. És mi élhetünk ennek a gazdagságából. És ha elszomorodnánk, ha elcsüggednénk, ha nehéz terheket viszünk is, hozza elénk Isten újra, hogy Isten felkent, hogy Isten megajándékozott, gyógyító ajándékaival, erejével, fölhatalmazott, elkötelezett, szövetségébe fogadott, és ki mi mindent idézhet fel, ó, de jó lenne, ha ez felidéződne bennünk. Éppen beszélgettem valakivel, aki ezt mondta, amikor olvasta ezt az ígét, egy nehéz élethelyzetben látta magát, és úgy megérintette, úgy szó szerint, értsük jól, megsimogatta, megérintette a lelkét, hogy Isten adta neki a kenetet, hogy felkente őt, hogy ő Isten felkentje lehet. És ez csodálatos ajándék, és rögtön gyógyult a szíve, rögtön gyógyult az érzés világa. Én Isten felkent gyermeke lehetek, Krisztus követő keresztény ember. Adja Isten, hogy ennek az öröme, ennek a világossága, ennek az ereje, ennek az elkötelező valósága töltse be a szívünket. Hogy az a csodálatos munka, amit a lélek végez az ő áldásával, az ő elhívó, újjászülő, megszentelő, hitben, szeretetben megerősítő, vigasztaló munkájával az jelen legyen itt, ebben a gyülekezetben. Hogy megteljen a szívünk, a lelkünk ennek a felkenetésnek, ennek a kenetnek az ajándékaival. És most, amikor beiktatják lelkipásztorotokat, akkor gondoljunk arra, hogy ő is felkent embere az Úrnak, akit Isten arra kent fel, hogy ő is az örömhírt hirdesse. Imádkozzunk érte, hogy megtehesse, hogy az ő érete is így áradjon ki ebben a gyülekezetben, itt ebben a közösségben, és adjon áldást, adjon gyógyulást, adjon világosságot, adjon vigasztalást, és mindent, amit Isten ezen keresztül készítette el számotokra. Így mondja János, a megkenetés olaja megmarad bennetek, amelyet tőle kaptatok, és most gyermekeim, maradjatok meg ő benne. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy ajándékozó Úr vagy. Köszönjük, hogy a legfontosabbat és a legteljesebbet adod nekünk, ami elég. Elég az erőtlenségekben is, elég a nehézségekben is, elég minden körülmény között. Áldunk téged, hogy nem valamit adtál, hanem önmagadat. Áldunk téged, hogy a te szent lelked által felkentél,
felkészítettél és felhatalmaztál. Áldunk, hogy benne általa minden jó a miénk lehet. Segíts, hogy ebből merítsünk újra és újra. Segíts, hogy Jézus Krisztus látva és az ő örömhírét hirdetve betölthessük lelki pásztorként, gyülekezeti tagként is a mi küldetésünket. Áld meg, kérünk ezt a gyülekezetet. Áld meg a lelki pásztorát, családját. Áld meg ezt az egész közösséget, Bogyiszló népét. Hagyj legyen világosság itt a te szent lelked által. Hagyj legyen vigasztalás itt. Hagyj legyen erőforrás itt. Hagyj legyen szabadulás itt. Mert mindezt elkészítetted, és köszönjük, hogy a mai napon is megerősítetted számunkra. Édesatyánk, Jézusért kérünk, hallgass meg felette annak, ahogy gondoljuk, vagy reméljük, és hallgass meg a mi imádságunkat, amikor hozzád közösen is így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyei Kedves testvéreim, kedves ünneplő gyülekezet, néhány mondattal bevezetném a beiktatási procedúrát, illetve azt a menetrendet, ami elő van írva egy beiktatáskor, azzal, hogy sokat vártunk erre az ünnepi alkalomra. Sokat vártunk, mert bezárt bennünket a járvány, istentiszteleteink, a különböző közvetítések alkalmával jutottak el a gyülekezet tagjaihoz, és ebben a nehéz időszakban választotta meg, hívta meg lelkipásztorának a bogyiszlói gyülekezet, igaz Melinda Sára testvérünket, a továbbiakban Melindának fogom szólítani. Köszönöm. Hogy ha szabad. Köszönöm szépen. És hosszú időt vártunk erre az örömünnepre, de talán annál nagyobb az öröme mind a helyi gyülekezetnek, mind talán a családnak, mind a ünneplő közösségnek, azoknak is, akiknél az elválás volt nehéz, hogy el kellett engedniük egy szeretett embert, tehát sokaknál ez a hosszú idő valahogy talán javította a gondolkozásunkon és a hozzáállásunkon. De örülünk, hogy ünnepelhetünk ezen a helyen, és együtt ünnepelhetünk valóban annak, hogy Isten megszólíthatott arra, hogy ide érkezhess és ide jöhess ebbe a közösségbe. Azt gondolom, hogy talán egy mondat arról, hogy akik nagyon vágyódtak a békességre. A békességre, amely régóta megvan az ember és Isten között, és ember és emberek között, amióta az Úr Jézus Krisztust ismerhetjük. És ennek a békességnek a fenntartása is egy feladat talán. Hogy így legyen, és ez a hosszú idő a megválasztástól teljesen törvénytelenül, igaz, hogy ráfoghatunk mindent a Covidra, de
most ünnepelhetünk, és a szívünk megtelhet örömmel, hogy itt vagy, és szolgálhatsz, és Isten dicsőségét hirdetheted ebben a gyülekezetben, ebben a közösségben, hogy Isten országát megismerjék az itt élők is, mindazok, akik itt élnek ezen a településen, Bogyiszlón. Kedves lelkipásztor testvérem, kedves Melinda, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevében beittatlak téged a bogyiszlói gyülekezet lelkipásztori tisztébe. Ennek jeleként átadom neked a templom kulcsát és az egyházközség pecsétjét, mint hivatalos szolgálatod jelvényeit. És a kezedre teszem a Szentírást, a Szent Bibliát, Isten igéjét, mint életed és szolgálatod alapját. Kérlek téged, hogy szolgálj az igével és a sákramentumokkal, Isten népének, a gyülekezetnek légy hűséges sáfára. Törekedj az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre, azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat, megtanulván, hogy jó cselekedetekkel járjatok elől ott, ahol sürgős segítségre van szükség, hogy ne legyetek gyümölcstelenek. Amen. Isten áldása kísérje az életedet. Ezt a Bibliát a jelenlévő lelkipásztor testvérek aláírásával adom át, és adom úgy, hogy forgasd, használd, és hirdesd az Isten igéjét. A jelenlévő lelkipásztorokat szeretettel kérem, hogy itt ide az úrasztala elé jöjjetek, egy áldás kérésre, hogy oda, így van, hogy jó lesz. Akkor tudja mindenki, hogy kezdje. És akik itt vagyunk, egy-egy igével áldást kérünk az életedre. Mert aki Istentől született, legyőzi a világot. És ami legyőzi a világot, ami hitünk. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. A Decsi Református Egyházközség tagjai nevében, Lúk könyvéből, tarts szemmel a mezőt, mikor, hol dolgoznak, és haladj velük együtt. Megparancsoltam a szolgáknak, hogy ne bántsanak téged, és ha megszomjazol, menj az edényekhez, és igyál abból, amiből a szolgák merítenek. Amen. Hozzád emelem szemeimet, ó te egekben lakozó. Íme, mint szolgák, uruknak szeme kezére, mint szolgáló lány, asszonya kezére, úgy tekintenek a mi szemeink az Úrra, míg nem megkönnyörül rajtunk. Így szól az Úr, én megáldalak téged, és áldás leszek. Az Úr mondja, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőtlenség által végeztek el. Amen. Mostani ünnep beiktatásod alkalmas arra, igaz és a ravasz újból találkozzon egymással. Mindkettő jelen esetben éppen a nevünk. De tudjuk jól, hogy biblikus kifejezése jelzők is. Régiek azt mondták, nomen est omen. Van egy ilyen fordítása is ennek, hogy
nevében maga az embernek. Isten kegyelméből légy és maradj igaz ember. A Bogyiszlói Baptista gyülekezet nevében szeretnénk kifejezni köszöntő áldáskérő szavaink, szeretetünk Pál apostol szavaival a II. Korintusi levél 4. fejezetének a 10. versében megfogalmazott üzenet szerint, amely így hangzik, hogy Jézus halálát mindenkor a testünkben hordozzuk, hogy a Jézus élete is látható legyen halandó test. Csak erre van mindenkinek szüksége, hogy lássa, tapasztalja Jézus. Többet, nagyobbat nem kívánhatunk. Isten kegyelme, szeretete töltsön be, mennyei erővel, bölcsességgel, hogy életedben látszódjék a Krisztus sokak áldására, örömére, üdvére. Ugye Jézus élete látható legyen halandó testünkben. Ezt kívánunk, mennyei erőt, bölcsességet túláradó módon szükség lehetőség szerint. Az Úr áldjon és segítsen. Kiálts hozzám, és én megfelelek, és nagy dolgokat mondok neked. Megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Legyenek láthatóvá az Úr tettei életeden, az ő méltósága fiaidon. Legyen veled Istenünknek az Úrnak jó indulata. Kezeid munkáját tegye maradandóvá. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, mind szellemi, mind lelki, mind testi valótokat teljes épségben őrizze meg fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő majd véghez is viszi. A szekszárdi református testvérgyülekezet nevében, közvetlen szolgatársam Karola nevében is hozok egy igét áldásként. Az ige első fele imádság, második fele áldás. Mindkettő legyen a tied, a miénk. Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon és méltóságot fiaikon. Legyen velünk Istenünknek az Úrnak jó indulata, kezeink munkáját tedd maradandóvá. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Ámen. Legyen gondod rá, hogy betöltsed azt a szolgálatot, amelyet átvettél az Úrban. Ó, mi szép és gyönyörűséges, ha egyetértésben laknak az atyafiak. Olyan ez, mint a drága olaj. Csak oda küld áldást és életet az Úr. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet. A Isten tisztelet további része nyilvános presbiteri gyűlésé alakul át. A nyilvános presbiteri gyűlés jegyzőkönyvének vezetésére felkérem Illés Lászlóné Görbe Judit presbiter testvérünket, hitelesítőknek pedig idősebb Nemes András és Szente János presbiter testvéreket. Egyetlen napirendi pontja van a
presbiteri gyűlésnek, a nyilvános presbiteri gyűlésnek köszöntések. Köszöntés a beiktatott lelkipásztor felé, és a köszönetek megköszönése tulajdonképpen. Úgyhogy csupa köszöntés és köszönés lesz innétől kezdve. A megjelent vendégek köszöntésére felkérem debreceniné Farkas Edit testvérünket. A Bogyiszlói Református Egyházközség presbitériuma nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm nagy tiszteletű Somogyi Péter lelkipásztor urat, a Dunamelléki Református Egyházkerület főjegyzőjét, Veres Sándor urat, a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnokát, nagy tiszteletű Bán Béla esperes urat, a Bácskiskunsági Református Egyházmegye esperesét, nagy tiszteletű Rácz József esperes urat, a Tolnai Református Egyházmegye esperesét, Csuprik László urat, a Tolnai Református Egyházmegye főgondnokát, a meghívott lelkipásztorokat és főgondnokokat, Ravasz Csaba, tolnai plébános urat, Fodor Péter baptista pásztort, dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott urat, Tóth Istvánt, Bogyiszló község polgármesterét, a bogyiszlói képviselőtestület tagjait, Boda Zoltánt, a bogyiszlói általános iskola igazgatóját, Pilisiné Boda Klárát, a bogyiszlói kistarisznya óvoda és mini bölcsöde vezetőjét, vendégeinket és a gyülekezeti tagokat. Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat, megtiszteltek jelenlétükkel, és együtt ünnepelhetjük gyülekezetünk életének fontos eseményét, megválasztott lelkipásztorunk beiktatását. A köszöntések sorára felkérem Kasszó Gyula szekszárdi lelkipásztor testvérünket, aki helyettesként szolgált, illetve Karolával együtt helyettesként szolgáltatok a bogyiszlói gyülekezetben jó fél évig is, vagy talán többig is, nem is tudom. Pontosan már annyira távol vagyunk ettől az időponttól, úgyhogy kérjük, hogy ilyen minőségben köszönsd, kérlek a lelkipásztortestvér. Nagyon köszönöm, szeretettel köszöntöm a bogyisztói testvéreket, és egy igét hoztam. Az új szövetségi igéről már hallottunk, Isten választott népéről és gyülekezetéről egy meglehetősen nyugtalan, mozgalmas időszakról szóló beszámoló után állapítja meg a Szentíró a református bibliaolvasó kalauz által mára kiemelt ószövetségi igében a következőket. Nyugalmat adott nekik az Úr mindenfelől, minden ellenségüket kezükbe adta az Úr. A nyugtalanságot és ellenségeskedést, amit tapasztalt Isten népe a pusztában és a honfoglalás során, egyszerre okozta a bizonytalanság és az idő kérlelhetetlen múlása, az elégedetlenkedés és az időközben szerzett nem egyszer fájdalmas tapasztalatok, a veszteségek és a jelentkező hiányok, pusztai vándorlás és honfoglalás súrlódásai. Nagy áldás, hogy mindez, és amikor mindez a múltba vonul, és egy új jelenbeli tapasztalatnak enged helyt Isten tette nyomán. Nyugalmat adott nekik az Úr mindenfelől, minden ellenségüket kezükbe adta az Úr. Ezt az áldást és ennek állandósuló megtapasztalását kívánom szívből a bogyiszlói testvéreknek és lelkipásztoroknak, nagy tiszteletű Igaz Melinda Sára szolgatársamnak. Három részre is hadd ágasztassam ezt nagyon röviden. Az Úr adjon nyugalmat. Tapasztalható nyugalmat, újra meg újra, szeretetteljes békességet a közösségen belül, és békességes nyugalmat mindenki lelkén belül, hogy ezek egymást erősítve valósuljanak meg. A második, adjon az Úr nyugalmat mindenfelől, erről beszél az ige.
nem csak a kívülről jövő támadásokkal szemben, hanem tényleg mindenfelől, a krisztusi kiengesztelés nyomán éreztessen békességet az Isten-ember kapcsolatban folyamatosan, vertikális síkon, és a kereszt vagy a tíz parancsolat másik síkján, a horizontális síkon is, az ember közötti viszonyokban is. Adjon az Úr nyugalmat mindenfelől, és kezelje és tegye kezelhetővé az összes romboló impulzust az Úr. Az az Úr, aki még a halál romboló erejét is kezelni tudta, és üdvösséggel ajándékozott meg bennünket. Így áldás kérésként helyezem a szívetekre, a lelketekre, a gyülekezeti életre és a szolgálatodra Józsué könyve 21. részének 44. verséből ezt a kis kivonatot. Nyugalmat adott nekik az Úr minden felől, minden ellenségüket kezükbe adta az Úr. Ámen. Köszönjük szépen, talán a köszöntés a lelkészi kiskör gyülekezeteiből is jöhetett volna dr. Kassó Gyula testvérünk szájából, hiszen ez a kiskör reménység szerint folytathatja majd munkáját, ahogy eddig is összetudtatok jönni ebben a kisköri munkában. Tisztelettel szólítom meg Ravasz Csaba testvérünket, a Római Katolikus Egyház képviselőjeként, hogy ugyan itt az imént elhangzott már köszöntés és igei köszöntés is, hogy élni kíván-e azzal, nekem föl van írva, hogy újra megszólítsam őt is, és Fodor Péter baptista lelkipásztort is. Ha igen, akkor tessék jönni. Kicsit a Szentlélekre bízva magunkat, mint mindig is. Dunamenti népek vannak itt, és kívánom, hogy tudjál majd te is egy csónakba evezni, és az irányt megtartani. Nem jó úgy sem, hogyha egyedül van az ember egy csónakban, és egészen más, amikor együtt haladunk. Én ezt kívánom, és jó Isten segítsen immáron Bogyiszlón jó gyökér eresztést is. Köszönöm szépen. Isten áldja. Köszönöm. Köszönjük szépen. Csak fizikálisan a halakat ne a templomba kelljen összeszedni. Akkora víz ne legyen. De egyébként halászni kell. Igen. Nagy örömömre szolgál, hogy legalább egy-két percben befejezhetem az előbbi gondolataimat, és hangsúlyozzam, helyezzem a szívedre, mindannyian emlékezünk erre, talán már megváltó úrunk idejében az ő kortársai, a görögök is folyamodtak így a Fülep tanítványhoz. Uram, szeretnénk látni Jézust! Mindig is szeretnék látni az emberek Jézust, tapasztalni, átélni, hogy valóság-e. Lehet, hogy manapság különösképpen nem fogalmazzák meg, nem mondják, de a lelkük mélyén szomjaznak a Teremtő Úristenül való kapcsolat után. És megváltó úrunk így fogalmazott, ha gabonamag el nem hal, egy maga marad, de ha elhal, sokszoros termést fog hozni. Ezért mondta Pál apostol, hogy Jézus halálát mindenkor a testünkben hordozunk, oda tettük az oltára, elhalunk a saját akaratunk, tervünk, elképzelésünk számára, hogy a mindenható terve, akarata, elképzelése megvalósuljon, és így látható lesz bennünk Jézus Krisztus. A Jézus élete látható legyen halandó testünkben. A lélek ereje, bölcsessége, karizmája, ajándéka és gyümölcse, amit mindenki észrevesz és fogja követni. A jó Atya segítsen így az ő áldásával. Áldást, békesség. Köszönöm szépen. Most tisztelettel felkérem a
község vezetőjét, Tóth István polgármester urat, hogy köszöntse a beiktatott lelkipásztort. Áldás békességet mindenkinek. Én is nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, egyházi és világi előjárókat, akik eljöttek erre az örömünnepre, hiszen örül a szívünk, hogy ennek az ősi bugyiszlói eklézsiának van egy új, immár, ahogy elhangzott, felkent és beiktatott lelkipásztora, akinek csodálatos hangja van. Mi már itt a bugyiszlóiak megtapasztalhattuk, mind a zsoltárok és egyházi énekek éneklése kapcsán az ige magyarázatokban az ő orgánumát. Nagyot nyert vele szerintem a mi községünk. Számítunk mindenben a munkájára, és ami kezünkben van, amit kaptunk a Jóistentől, hiszen soli deo gloria, tehát ugye mindenért isteni a dicsőség, azban együtt fogunk működni, amíg ez rajtunk múlik a képviselőtestület tagjai nevében, ezt mondhatom. És számítunk arra is, hogy betagozódik ebbe a közösségbe, ez már folyamatban van, a családok életébe is, a minél nagyobb számú keresztelők és konfirmációk és házasságkötések megáldása kapcsán, és hát osztozni fog velünk, amikor gyász miatt hát szomorú a szívünk, és a vigasztalás gondolatait fogja elmondani. Hát mindenhez én erőt, egészséget és a Jóisten gazdag áldását kívánom munkájára. Érezze magát jól itt Bogyiszlón, és hát szeressen bogyiszlói lenni, és végül gondolkodjon is úgy, mint egy bogyiszlói. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tisztelettel kérem meg a gyülekezet, bogyiszlói gyülekezet főgondnokát, Görgbe Ferenc testvérünket, hogy köszöntse a beiktatott lelkészt. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves nagytiszteletű asszony! Nagyon hálásak vagyunk az Úrnak, hogy elérkezett egyházközségünk várva várt ünnepe, és nagy örömmel köszöntjük nagytiszteletű asszonyt. Hálásak lévünk, hogy kis falunk gyülekezetében folytatja a lelkipásztori szolgálatát. Bogyiszló a reformáció kezdetén Tolnával egy időben vált reformátussá. A kegyelmes Isten megtartotta itt őseinket évszázadokon át, álvizek, tűzvészek, járványok és háborúk közepette. Megadta arra is a lehetőséget, hogy miközben templomot, parókiát és iskolát építsenek, sőt, 400 éven át iskola fenntartó volt a gyülekezetük. Mindennapi kenyérért való fáradozás közben nélkülözhetetlen, hogy községnek legyen vezetője, aki újra és újra emlékeztet, hogy keressük először Isten országát és igazságát, és mennyei atyánkat gondja lesz ránk. Rávezet, hogy a mindennapi döntéseink hogyan használjuk kiindulási pontként Isten igéjét. Megerősít abban, hogy nem csak elhívásunk van, hanem küldetésünk is. Krisztus szeretetével összefogja a gyülekezetet, nyilván nyitottságával fordul a községünk lakói felé. A presbitérium és a gyülekezet minden tagja nevében szeretettel köszöntöm igaz Melinda Sára nagytiszteletű asszony, Bogyiszlói Egyházközségünk 43. lelkipásztorát, az első megválasztott lelkipásztorunkat Isten igéjével. Azért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgókodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásatok nem hiába van az Úrban. Nagyon szépen köszönöm.
Szeretném nagy tiszteltő asszonynak átadni a virágot és az ajándékot a Bogyiszkói gyülekezet és a presbitérium nevében. Fogadja szeretettel, és tekintettel arra, hogy első női pásztor vagy is egyesben. Még egy ajándék vissza van, ez Nemes András presbiter testvérünk ajándéka gyülekezetnek és ezzel együtt a nagy tiszteletű asszonynak. Vendégeinek mondom, hogy idős Nemes András presbiter testvérünk sok talentummal megáldott, azt a meglepetést is ajándékot, amit készen én magam sem láttam, úgyhogy én ugyanúgy fogok meglepődni, mint mindenki más. De mivel van egy szépen felújított gyülekezeti tervünk, és hát onnan nagyon hiányzik valami a falra, akkor a kedves presbiterünk gondolt egy nagyon merészet, és készített arra a falra való. Dolgozott valaki, hogy gyönyörűséges legyen a dekoráció, és akkor én meg ezt itt szétszedem, szétvágom, elrontom. És a presbiter úr feltételező, hogy én kitalálom, hogy miért? Biztos vagyok benne, hogy tudni fogja, miért van a tartalmat. Jaj, akkor az kínos lesz. Figyelünk és hallgatjuk. Áruljam is el? Igen, köszönjük. Az nem lesz jó, rám nézve. Hát két... Ja, bocsánat, igen. Lányos zavaromba, bocsánat. Igen. Hát két okot tudok. Kettő? Hát az egyik az oka az, hogy amikor esetleg megszerveztünk valami rendezvénynek a látogatását, hát azért rendszerint meg szoktam várakoztatni a presbitereimet, de nagyon türelmesek, és azért oda szoktunk érni időben. A másik ok meg
Hát azért vannak, akik bogyisztón azt szeretnék, hogyha nagyon röviden prédikálnék, ez nem mindig jön össze, mert én azt szoktam mondani, hogy addig beszélek, amíg az Úristen lelke indít, mondjuk az óra hosszába azért beleférek, de na hát akkor így ez a figyelmeztetés, hogy talán az óra hosszán nem menjünk túl. Eltaláltam? Több tippem nincs. És azért rejtettek ide az órán túl még valamit. Igen, azt majd később. Azt majd később. Azt is értem. Azt is értem. Igen. Köszönöm szépen. Viszont ha már ajándékozás és nálam van a szó, akkor bocsánat, még magamnál tartom egy icipicit a szót, mert hát bogyiszlóra nem lehet úgy jönni és nem lehet úgy elmenni, hogy ne lássuk vendégül a vendégeinket és ne ajándékozzuk meg. És azért szeretettel, én fogok elmondani, ez az ilyen és meg is találtam, igen. Hát akkor Főjegyző úrnak nagyon szépen köszönjük, hogy elvállalt a szolgálatot, minden számára az idejét, és velünk együtt ünnepel. És hát a kedves feleségének is küldenénk egy virágot, mert hát azért ilyenkor nem a család arra a lelkipásztor, és mondjuk vegyünk egy ilyen engesztelő áldozatért, hogy csökkent. Köszönöm, hogy pásztoroltad, most már így mondom, hogy az én nyájamat, addig még nem volt az enyém. Isten áldjon. Nagyon köszönöm téged is itt a nyájban és a nyájjal együtt. Ez pedig véletlenül a Karolá is, nagyon-nagyon remélem fogom neki elvinni. És a Karolájé, mert közben itt súgnak nekem. Köszönöm a kis segítséget. Igen. Mert ő ugyanúgy szolgált itt a gyülekezetben, megosztottuk a szolgálatot, és remélem, hogy a gyülekezetet nem osztottuk meg, hanem az Úr iránti egyenletes szeretetre bíztattuk közös erővel. Nagyon nagy szeretettel emlegetnek benneteket, kettőtöket együtt. Az nagyon jó, akkor tudom, hogy kire vezethető vissza. És nagyon nagy szeretettel köszönjük, hogy eljött és megtisztelt bennünket, és velünk együtt örvend. Köszönöm szépen, és ha szabad három mondatot mondani, az előbb megszólalt a harang. Ez a közel 400 éves gyülekezet, amelyiknek a közel 200 éves templomában vagyunk, 1974-ben, tehát ez a fiatal 48 éves harang megszólalt. Ennek a hangnak a neve béke és élet. Annyiszor elhangzott már itt az előbb a béke. Milyen nagy szükségünk van rá akkor, amikor egy ilyen Covid utáni bezártság után mellettünk ott van a valóságos háború, az elvesztés, a vér és a halál.
és akkor a harang a békét üzeni. Hogy a békét üzeni a szószékről, az apostoli áldás, kegyelem néktek és békesség, és igazából az élettel való kapcsolatát leginkább abból érthetjük meg, ahogy ott voltak a tanítványok abban a bezárt szobában, úgy gondolva, hogy elvesztették az Urukat, élet nélkül, mindenféle remény nélkül, és akkor a feltámadott Jézus megjelent közöttük, és az első szava ez volt, békesség néktek. És ettől a békességtől lesz utána élet. És nagyon örülök azoknak, akik itt ülnek népviseletben, fiatalok és idősebbek. Biztos vagyok benne, hogy itt még mindenki ismeri és kimeri tűzni a falra a házi áldást, hol hit, ott szeretet, hol szeretet, ott béke, hol béke, ott áldás, áldás, ott Isten, hogy szükség nincsen. Isten áldja meg a gyülekezet lelkipásztorát, lelkipásztorát gyülekezetével együtt, hogy áldásává váljon ennek a településnek. És akkor hagyd mondjam el, milyen jelmondat van a harangon. Szomjazó szív forrásához hívlak, megpihent vándor elsiratlak. Szomjazó szív forráshoz hívlak, ahogy egyszer Izsák az ő törzsével olyan helyre ért, ahol a kutakat betemették, mielőtt elindult volna kutatásni, oltárt épített ott az Úrnak, felépítette a sátrakat, és utána küldte el a szolgáit kutatásni. És szolgák visszajöttek, élővizet, forrást találtak. Ez most számunkra Jézus Krisztus evangéliuma. Építsünk oltárt a mi szívünkbe, hívjuk segítséget az Úrat, és ezt követően együtt, közösségben végezzük el azt a munkát, amire az Úr elhívott, és amire az Úr elküldött. Isten áldja ebben a szolgálatban a gyülekezet lelkipásztorát, igaz Melinda Sáron. Még maradt a köszöntők sorában egy csoport, akiket nem szólítottunk a köszöntésre. Minden egyéb meg lement, már a lelkész is megköszönte a köszöntéseket időközben, magához ragadván a szót. De még a... Egy kicsit beszélni fogok majd a zenekar. Akkor megengedjük még azt is esetleg. A bogyiszlói zenekart kérem, hogy köszöntse a beiktatott lelkészt, a
mondhatom így, a hagyományőrző csoport kulturális együttes, nem tudom pontosan a hivatalos nevüket, elnézést kérek érte, de akkor a Bogyiszlói Zenekar a helyi közösségek nevében szólaltatja meg a hangszereit, és azzal köszönti a beiktatott lelki pásztort. Nagyon szépen köszönjük. Akkor most a beiktatott lelkipásztornak adom át a szót, hivatalosan is, hogy válaszoljon a köszöntések. Köszönöm szépen. Attól kezdve, hogy megválasztottak, attól kezdve töprengtem, hogy ha egyszer eljön az az idő, amikor beiktatás lesz, mit fogok mondani? De valahogy sehogy se jöttek a gondolatok. Jutott eszembe ugyanis ez is, az is, úgy gondoltam, ez sok lesz, az kevés lesz. Aztán, hogy szépen elcsendesedett végül minden bennem, és hát mondjam, így három szót hoztam most magammal.
Az első szó a hála szava. Mert hálás vagyok Istennek, hogy mindez idáig megtartott és megsegített. Hálás vagyok Istennek, hogy családban nőttem fel és megajándékozott családommal. Hálás vagyok Istennek, hogy a hit útjára vezetett, és hogy méltatlan voltam ellenére, elhívott az ő szolgájának. Hálás vagyok Istennek, hogy az elmúlt években újra és újra megerősített hivatásomban. Mert nem olyan magától értetődő az, hogy az ember megmarad ebben a hivatásban. Nem olyan magától értetődő az, hogy szeretettel, hűséggel tud ebben helyt állni. Ez is az Isten szent lelkének munkája és nagy ajándéka. Hálás vagyok Istennek mindazokért, akiket eddig rám bízott. Az első beiktatásom 25 évvel ezelőtt volt. És hát elgondolkodtam azon, hogy 25 év alatt ki mindenkit bízott rám az Úristen. Szoktam értük imádkozni. Van, akikkel megmaradt a kapcsolat, így 25 éven keresztül is, van, akivel meglazult, vagy elmaradt. Van, akik sajnos már nincsenek az élők sorában, csak a szívemben vannak. Van, akik hál' Istennek még itt, és találkozhatunk időnként, vagy telefonon beszélhetünk. Nagyon-nagyon hálás vagyok az Úristennek, hogy úgy gondolta, hogy ha egy-egy kis időre, vagy hosszabb időre, de rám bízza őket, és rám bízta őket, és hirdethettem nekik az igét. Hálás vagyok, hogy ezekben az években is mindig adott mellém segítőtársakat, gondnokokat, presbitereket, hívő gyülekezeti tagokat, akikkel együtt szolgálhattuk mennyei atyánkat. Mert az Isten szolgálata nem magányos műfaj, és nem egy személyes műfaj. Az az igazi, hogyha együtt, ha tudunk együtt imádkozni, és akkor lesz áldás, ha ketten, hárman, egy akaraton vagyunk. Igen, fontos, hogy egymást támogassuk, hogy egymás hite által növekedni tudjunk, hogy egymás terhét hordozzuk. És olyan jó, hogy olyan sok mindenkit tudnék most itt sorolni, akik ezekben az években, így mondom, a segítő társaim voltak hitben, a szolgálatban. Hálás vagyok az Úristennek, hogy újra és újra igével vezet. Akkor, amikor az Úristen már úgy gondolta, hogy változni fog az én életem, és új szolgálati helyem lesz, én még nem tudtam, ő már nyilván igen, és kezdtek az igék megszólalni, olyan igék, amelyek arról szóltak, hogy majd mennem kell, majd költöznöm kell. Ez 2020 tavaszát jelenti. Aztán eltelt pár hónap, és aztán eljött az az idő, amikor bizonyossá lett, hogy ahova nekem mennem kell, az Bogyiszló. Hát, akkor kezdett el igazán remegni a szívem, mert Uram Isten, egy teljesen új helyre jövök, új emberek közé. Vajon megtalálom-e a helyem? Vajon elfogadnak-e? És aztán adott az Úristen útmutatóul egy igét. Ezzel jöttem Bogyiszlóra. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. És tavaly február 15 óta, mióta megkaptam a koncesszát, azóta nagyon-nagyon gyakran, mondhatni szinte naponként,
emlékeztetem magam erre az igére, ezzel az igével, és hogy az Úrra támaszkodjak. És hálás vagyok, igen, nagyon hálás az Úristennek, hogy most meg van egy új nyájam. Hogy elmondhattam, mert tényleg szívből így jön, hogy van két gyerekem meg egy gyülekezetem. Én így gondolok a bogyiszlaiakra. És bár az előbb itt elhangzott egy olyan jó kívánság, hogy érezzem itt jól magam, köszönöm szépen, én ma jól érzem magam itt. És én ide haza jövök. És ezt nem azért mondom, mert beiktatáson illik szépet mondani, hanem mert tényleg szívből így is gondolom. Olyan jó helyem van, nem csak azért, mert gyönyörű ez a hely, nem csak azért, mert tényleg jó a Holduna partján lakni, hanem mert jó itt lenni Bogyisztón. Valahányszor látom a gyönyörű népviseletet, örül a szívem, én nagyon boldog vagyok. Valahányszor hallom a bogyiszlói muzsikát, amikor Zsolték zenélnek, akkor jobb kedvre derülök, és nagyon boldog vagyok. Egyszerűen jó itt lenni, és az is elhangzott jó kívánságként, hogy bogyiszlaisodjak, igyekszem. Mert hogy nagyon sok jó dolgot tapasztaltam itt, nagyon sok kincs, sok érték van az itteni emberek gondolkodásában, életvitelében, habitusában, az élethez való hozzáállásában, és igen, nagyon sok tanulni való van tőlük. És remélem, hogy én meg tudom vezetni őket a hit útján, és közelebb, közelebb, mind közelebb Krisztushoz, az Atyához, a lélek által, és nyilván a lélekhez, hogy meg tudom majd tenni azt, ami az én feladatom. Ehhez kérem az Isten segítségét, és sokat fohászkodom. És igen, a második szó éppen ezért a köszönet szava. Mert köszönöm nek a közösségnek, hogy befogadtak, legalábbis én így érzem. Persze még gyütment vagyok én azért, hát másfél év nem olyan sok idő, de nem érzem azt, hogy idegenként kezelnének. Kívülről való vagyok, de mégis valahol helyem van itt. És ez nagyon jó érzés, és ezt köszönöm. És köszönöm azt is, hogy azt látom, hogy itt lehet együtt gondolkodni emberekkel. Olyan új számomra az, hogy úgy jönnek hozzám, hogy azt kérdik, mit segíthetek. Ilyenek a bogyisztaiak. Meg azt mondják, hogy csak tessék szólni, és jövünk. És én ezen mindig így meglepődöm. Ezen a segítőkészségen, ezen a jó indulaton, ezen a hozzáálláson. És azt érzem, hogy igen, itt mi tudunk együtt menni. Legalábbis a mögöttünk álló cirka másfél év, az ezt mutatja. És köszönöm ezt a tenni akarást. Mert hogy azt látom a gyülekezeti tagokban, hogy igen, szeretnék azt, hogy itt minden épüljön. Kívül is, belül is. És nagyon kérem az Atyát, hogy áldja meg ezt a vágyukat, meg ezt a tenni akarásukat, meg ezt a hozzáállásukat, hogy ebből tényleg épülés legyen kívül, belül. És igen, hadd mondjam azt, hogy nagyon hálás azért is a szívem, és ezért is mondok köszönetet mindazokért, akik most eljöttek és itt vannak, hogy ide szánták az idejüket. Mert nagyon nagy dolog egy lelkipásztor életében, amikor beiktatják. Úgy tréfásan mondtam, de aztán rájöttem, hogy végül is igaz. Olyan ez, mint egy házasságkötés. És tényleg úgy éreztem magam most, mint egy, mondjam így szinte, mint egy mennyegzőn. Örültem mindenkinek, és sorba vettem, hogy ki mindenki van itt most. És aztán utána az volt a következő gondolatom, hogy olyan izgatott vagyok, hogy nem is tudom, hogy éljem meg én ezt a
beiktatást, és de jó, hogy fölveszik kamerával, és majd visszanézhetem. Mert nem marad úgy meg minden a nagy izgalomtól, ahogy kéne. De majd visszanézem. Szóval nagyon hálás vagyok a feljebbvalóimnak, Somogyi Péter egyházkerületi főjegyző úrnak, hogy hirdette az ígét itt közöttünk, és igen, megajándékozott vagyok, úgy élem meg, és nagyon boldog vagyok ettől. És nagyon köszönöm Veres Sándor egyházkerületi főgondnok úrnak is, hogy megtisztelt azzal, hogy eljött. Ugyanígy köszönöm az espereseknek. Lelkészi szolgálatom ideje alatt, hát így mondom, 4 esperes alatt szolgáltam. 2 itt van, hál' Istennek, mert hogy ők az élők sorában vannak. Másik 2-nek csak az emlékét hordozhatom a szívemben, és olyan jó érzés, hogy 2-2 itt vannak, és nagyon köszönöm. Olyan védettnek érzem magam ezáltal, mert nekem a feljebb valóm egy kicsit jó értelemben atyám. Tehát olyan azt az apai védelmet és szeretetet és törődés, gondoskodást tapasztaltam mindez idáig a feljebb valóimtól, és ezért nagyon hálás vagyok. És ugyanúgy köszönöm Csuprik László egyházmegyei főgondnok úrnak, hogy itt van velünk, és együtt ünnepelhetünk. És köszönöm a lelkipásztortársaimnak, mert az olyan különleges dolog, hogy mindnyájan pásztorokként el vagyunk a magunk gyülekezetében, és nem úgy van találkozásunk, mint amikor a világi ember elmegy a munkahelyére, miközben igen, mi szolgatársak vagyunk, és összetartozunk, és olyan jó, amikor így egy ünnepben tudunk együtt lenni. És nagyon köszönöm az igéket. Elhatároztam, hogy az igéket, amelyeket áldó igéket mondhatok, föl fogom írni, és lesz belőle egy kép, és kint lesz majd a falon. És tudom, hogy abból én sokszor fogok erőt meríteni, úgyhogy nagyon köszönöm az áldásokat. Úgyhogy a köszönet a második szó. A harmadik, hogy rövidre zárjam. Hát azt nem tudtam megfelelően megfogalmazni, de úgy mondtam, úgy fogalmaztam valahogy meg, hogy hát az hadd legyen a jövő szava. Mármint, hogy ilyenkor nem csak visszanéz az ember, és emlékezik, és összegyűjti mindazt, amivel tovább tud lépni, hanem azért nyilván előre néz, mert egy újat kezdtünk itt a bogyisztói gyülekezettel. Hát hogyan lesz a jövő, a közös jövő? Hát nagyon remélem, hogy közös. Mármint, hogy ahogy eddig elindultunk együtt, hogy úgy folytatjuk tovább együtt. Hogy együtt éljük meg a hitünket. Azért, hogy elé éljük a hitünket a következő nemzedéknek. Nekik. Hogy ösvényt tapossunk nekik. Hogy ők is megtalálják az Urat. Hogy élő hitű emberekké váljanak. Mert nem csak azt szeretném, hogy mi, akik már most megtért hívő keresztények vagyunk, szóval ne csak mi jussunk a mennyek országába, mennyi dicsőségbe, hanem igen, őket is oda szeretnénk látni, hogy amit itt elkezdtünk, ott folytassuk. És ehhez kértem az Isten útmutatását, hogy akkor melyik igével haladjak tovább, mert én valahogy így működöm, hogy mindig egy-egy igét kapok, aztán azzal az igével élek, abból élek, arra támaszkodok, az éltet engem. És hát jól megkaptam a feladatomat az Úristentől, mert ezt az igét adta. Vegyétek el népem útjából, amiben megbotolhat. Ézsaiás próféta könyvéből az 57. fejezetből a 14. verset, úgyhogy hát ezt tette a vállaimra az Úristen, hogy akkor most úgy pásztoroljam az én népemet, az én nyájamat, hogy nagyon figyeljek rájuk, és ha lehet, mondjam így, ahogy a szülő próbálja a gyermeke útjából elvenni azt, amiben megbotolhat, hát tegyem ezt a gyülekezeti tagjaimmal.
és ezt komolyan veszem az Úristennek az igéjét, ez lesz most már a vezérfonalam, és így megyek tovább, hogy rábízom magam teljes szívből, próbálok nem a magam eszére támaszkodni, minden utamon rá gondolni, és figyelni az én kis nyájamra, hogy segítsem őket, hogy minél kevesebbet botoljanak, és tudják járni hűségesen a hit útját. Köszönöm szépen! Tisztelettel jelentem be, hogy a nyilvános presbiteri gyűlést a lelkipásztor köszöntő szavai, köszönő szavaival bezárjuk, és a továbbiakra már át is adom a szót és a befejezéshez mindazt, ami kell az Isten tisztelet lezárásához. Hallgassuk a hirdetéseket. Akkor szeretett gyülekezet, hadd hirdessem az adakozást, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kezdem ezzel, mert nemes célt szolgál a persei adomány. Szeretnénk az ifjúsági munkára fordítani, illetve gyerekek táboroztatására. Istennek hála, most úgy tűnik, hogy elindult egy ilyen vágy a konfirmandusok, illetve ifjaink szívében, hogy szívesen vannak az Isten igéje körül, ilyen szervezett formában is, táborokban, és szeretnénk segíteni az odavaló eljutásukat, hogy épüljenek lélekben ők maguk is. Aztán hirdetem a kivonulás rendjét. Hát szeretném kérni, hogy ahogy bevonultunk, úgy vonuljunk ki, tehát vezessenek ki bennünket a gyönyörű viseletben a bugyisztói Néptánc Egyesületnek a tagjai, és hálás szívvel köszönöm, hogy eljöttek így, ilyen gyönyörű viseletbe is, mondjam így, emelték az ünnepfényét, és érezhettük magunkat, hogy igazán, úgy érezhettük magunkat, hogy igazán bogyisztón vagyunk, mert ez is hozzátartozik a bogyisztaisághoz, és nagyon szépen köszönöm Mihalovics Zsoltnak és zenekarának, a bugyisztói zenekarnak, hogy a hangszeres játékokkal és az ének szóval ők is ezt az otthonosság érzetet növelték és adták meg. És aztán ezt követően az egyházkerületi főjegyző úr, Somogyi Péter úr, Esperes urak, Bán Béla Esperes úr, Rácz József Esperes úr, főgondnok urak, lelkipásztor urak, tehát ahogy bejöttünk, úgy vonulnánk ki, és legvégén a gyülekezet. És a meghívott vendégeinket pedig szeretettel várjuk a művelődési házba egy ebédre, igazi bogyisztói ebédre. És hát próbáltam segíteni azzal az ott létet, hogy ülésrendet is készítettem, de az nem szentírás, tehát azon lehet változtatni, lehet helyet is változtatni. Csak egy kicsit segíteni akartam, hogy könnyebben találja meg, kiki ott a helyét, gördülékenyen menjen az ebéd előkészület. És akkor zárva most már az ünnepi istentiszteletünket, református énekeskönyvünk 821. dicséretünket énekeljük. Kifele vonulásunkban azért lesz még egy annyi meglepetés, hogy bugyisztai ifjak egy kis könyvjelzőt adnak, a könyvjelzőn rajta a templom képe, hogy azt is elvihessék magukkal, illetve egy ige, ebben a templomban egy helyen van egy ige, na azt az egy igét irattam rá, és az nagyon megszívlelendő. Ezt pedig vigyék szeretettel magukkal. És hát utoljára, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni Szemerei Eszter tanárnőnek, hogy vállalta a kántori szolgálatot, mert hát mégiscsak úgy teljes a mi ünneplésünk, ha megszólal a mi szeretett angszer orgonánk is, és így tudjuk dicsőíteni az Urat
Énekeljük tehát Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát.
Az a jó, ha valakinek nincs rutinja beiktatásban, mert akkor azt jelenti, hogy nem túl gyakran vár gyülekezetet. De így ez azt is jelentette, hogy izgalmamban elfelejtettem egy köszöntést, egy áldást, és ezért, mivel áldás következik, ezt még hadd olvassam föl. Dr. Kasszó Gyula tiszteletes úr előtt szolgált itt Dancs Róbert, tiszteletes úr, és ő a következőt írta nekem. Kedves Melinda, bogyiszlói gyülekezet 43. lelkipásztora lettél. Emil tiszteletes, azaz még korábbi elődünk, mondta nekem egy ízben, hogy szokás volt bogyiszlón, hogy az a Zsoltár a lelkész Zsoltára, ahányadik ő a sorban. Magam és családom nevében kívánok sok-sok áldást az életedre és szolgálatodra 43. Zsoltár 3. versével. Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. És akkor főjegyző úr zárja az Isten tiszteletünket áldással. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságban, hálaadásban tárjátok fel kívánságaitokat az Úrnak, és az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldott napot kívánunk mindenkinek!